Információ hordozó csíkjelrendszer. De ezt a szókapcsolatot beírjuk az internetre, az fog feljönni vonalkód. És az is feljön, hogy 1952-ben egy amerikai pasas ezt feltalálta és szabadalmaztatta. És így a hátam mögé pillantok, látom a csíkos zsákokat, és azt mondom, hogy hát nem. Ezt a magyar népi kultúrában sok száz éve használjuk a csíkokat információ kifejezésére. Tehát ránézünk, és annak jelentése van. Egyébként a népi kultúrában egy csomó ilyen dolog körbevesz minket, hogy vannak jelek a házon, mondjuk egy napsugár, vagy itt van hozományláda a malomba, és a hullámvonalak vannak rajta, és mondjuk, hogy milyen szépen díszítették a régiek. Nincs díszítés. Ezek jelek, információtartalmuk van. Vagy a rontástól kellett távol tartani, vagy valamilyen egyéb üzenete volt. Az, hogy ezeket ma már nem tudjuk olvasni, hát ez a mi bajunk. 1, 2, 3, 4. A festő az alapanyag alapján semmit nem tudnánk, mert az kenderből van, olyan széles, olyan... ...és ilyen főző, azokon a tájákon minden valamit főznek, és utána... Ilyen borgás parcsi. Hány napot? Csütörtök tavasra. És ráközelített, hogy látszik, hogy le van nőve a körme.